Thank you.
Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Isten hozott mindenkit. Szentírás vasárnapon. Ebben a szentmisében Németh Ferenc, valamint testvére János és a szülők lelki üdvéért imádkozunk. Könyörögjünk. Istenünk, Te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. Ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasd meg Mózes 4. könyvéből. Mózes az Úr parancsára kiválasztott 70 férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvette a rajta lévő lélekből, és a 70 vénnek odaadta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba este. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt, az egyiket Eldádnak, a másikat Medádnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek, ők is a vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásban. Ekkor az egyik szolga elfutott, és jelentést tett Mózesnek e szavakkal. Eldád és Medád prófétai elragadtatásba estek a táborban. Akkor Józsué, Nun fia, aki korai fiúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, és ezt mondta. Uram, Mózes, tiltsd meg neki! Mózes így válaszolt. Miért féltékenykedsz miattam? Bár csak az egész népet prófétává tenni az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét. Ez az Isten igéje. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is. Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a sereget urának fülébe. Bőségben éltek a földön,
és topzódtok, hízlaljátok szíveteket a leülés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított ellenállást. Ez az Isten kéje. Veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta: Ne tiltsátok meg neki, aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akárcsak egy pohár vizet is az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az oldhatatlan tűzre. Ha lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Isten hozott mindenkit. Éppen ennél az mostani evangéliumnál, amit az imént fölolvastam, nyitottuk ki azt a Bibliát is, amit ünnepélyesen ma behoztunk Szentírás vasárnapján ide a templomba, az oltár elé elhelyezve. És csak egy gondolat a mai ünnepről. Mindig az a kulcskérdés, hogy szeretnénk-e megérteni a Bibliát. Nyilván ezzel a lelkülettel próbáljuk a kezünkbe venni, és valóban ezen múlik minden, hogy hogyan nyúlok hozzá, miként nyitom ki. Amikor fölcsapjuk, vagy éppen már benne vagyok, és
az abba hagyott résznél újból kinyitom a Szentírást. Nem a magam logikáját kell keresnem benne, hanem az Istenét. Tőle van, az ő szavait, üzenetét tartalmazza. Éppen ezért, ha valamit nem értettünk meg azonnal, nem kell, hogy ítéletet mondjunk a Szentírás fölött. Sőt, pont akkor, amikor valamit nem értek, valami most nem tiszta, itt van az, hogy ha bízunk az Istenben, és hittel közeledünk az üzenetéhez, akkor hamarosan föl fog tárulni az értelme. Ha viszont előbb érteni akarom, csak az eszemmel, tudni akarom Isten üzenetét, az ilyen ember soha nem jut el odáig, hogy hinni tudjunk a Szentírás Isten üzenetében. Mi nem csak tudni, hinni, vallani és magunkba fogadva életté váltani szeretnénk ezeket a szavakat. Aztán a mai felolvasott evangéliumhoz. Vasárnapról vasárnapra mindig alkalmunk van Isten becsomagolt üzenetét kibontani, megérteni, befogadni, magunkévá tenni. Hadd nyúljak vissza a múlt vasárnaphoz. Mi is történt akkor? Egy hete azt hallottuk, hogy Jézus a tanítványoknak másodszor is kijelentette, az emberfiának sokat kell szenvednie, megölik, de harmadnapra föltámad. Tanítványai nem értik, és egyáltalán nem értik ezeket a szavakat. Az is arra utal, hogy nem értik, hogy a végén ez a mondat rész is szerepelt, de nem mertek kérdezni tőle semmit. Nem mertek kérdezni, mert féltek attól, hogy nehogy ők legyenek a következő Péter, akihez Jézus dorgálva szól, de nem úgy gondolkodol, ahogyan kellene. És talán még visszaidéződik Jézusnak ez a szava is, hogy távozz tőlem, Sátán, Péternek címezve. Szóval ezek az apostolok, a többiek nem mertek kérdezni már. Féltették az imázsukat, az egójukat. Féltek attól, hogy nehogy én legyek a következő, akinek Jézus valami durvát mond, inkább hallgatok. Másrészt viszont azt kötötte le a tanítványok figyelmét útközben, hogy én nagyobb vagyok, mint te. És ezt mindenki hangoztatta keresztül kasul. Avval foglalkoztak inkább, hogy eldöntsék közülük, ki a nagyobb. Ki fog kinek szolgálni. Vagyis miként alakul a hierarchia ezen a 12 apostol között. És harc indult meg közöttük. Aztán még mindig múlt vasárnap Jézus tisztázta velük, hogy valami nagyon-nagyon nem stimmel ezzel a gondolkodás módotokkal.
Nektek nem ezzel kellene foglalkoznotok. Mindezek után a tanítványok, és akkor most ugrok a mai evangéliumhoz, a kívülállók felé fordulnak. Amikor János így szólt Jézushoz, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Szóval tanítványok megtudták, hogy nem kell az elsőségért maguk között harcolniuk. De azt már nem akarták elfogadni egy kívülállóval szemben. És az a megdöbbentő számukra, hogy van valaki, aki ugyanazokat a tetteket tudja végbe vinni, mint ők. És ennek a tapasztalata is eljuttatja odáig őket, hogy az nem lehet, hogy ez a kívülálló ember ugyanakkora, mint mi. Az nem lehet, Uram, hogy nekünk még őt is szolgálnunk kell. Inkább eltiltottuk a csodatételektől Jézus nevében. Itt egy picit hadd álljak meg. Mi emberek nagyon-nagyon nem szeretjük, ha valaki olyasmire képes, amire mi. Vagy különösen nem szeretjük, ha valaki olyasmire képes, amit mi nem tudunk megtenni. Mert akkor ez az ember már nagyobb nálunk. Talán még erősebb is tőlünk. És ne talántán még tisztelnünk is kell. Egy kívülállóval szemben a tanítványok ezt nem tudták elfogadni, hogy még ugyanakkora vagy még nagyobb legyen, mint ők. Ebből is látszik, hogy az apostolok azért úgy gondolkodtak, hogy mi Jézus mellett mi uralkodni fogunk. Urak leszünk, nem akárkik. És Jézus itt ezt most romba dönti. Ezt a gondolkodásmódot, ezt a képet összetöri bennük. Ők egy csoportot alkottak, és mi emberek szeretünk ilyen csoportokat alkotni, és sokszor elhisszük magunkról azt, hogy jobbak vagyunk, okosabbak, és még szebbek is. Ha ez így megvan bennünk, ez a mentalitás adja azt, hogy a másik embert lenézzük, lekezeljük, és ahol lehet, megalázzuk. Többször csináljuk azt, hogy azok, akik nem közénk tartoznak, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi, kevesebbeknek tartjuk. Szóval a tanítványok elkövették ezt a nagyon nagy hibát. És még egy dolgot emelnék ki a mai evangéliumi tanításból. Hosszabb ez a történet, sok olyan mondat van, amit ki lehet emelni. Néha a Szentírást így érdemes olvasni, hogy mi az, ami a szívemet megérinti, ami rezonál bennem, ami visszhangzik a szívemben. És ott elcsendesedni, ezt egy picit átelmélkedni, átgondolni. Akkor válik a Szentírás egy olyan maggá, Isten igéi, olyan magokká, ami a szívembe belehull, a jó földbe, amiből aztán termés, gyümölcs származik. Nekem ez a mondat
sok közül még az lenne, ami rezonált, hogy aki inni ad nektek akárcsak egy pohár vizet is az én nevemben. Az, hogy valaki egy pohár vizet ad nekünk, az olyan kicsinek, olyan kevésnek tűnik. Csak zárójelben megjegyzem, éppen egy hete kicsit befulladtam itt a tolnai misén is, meg a harmadik misén, göthösség kapcsán kellett az a pohár víz, mert elment a hangom újra, és ha nem kapok vizet, nem tudom folytatni a szent misét sem. Szóval azért a pohárvíznek is van súlya. Zárójel bezárva. De azért a mindennapi életünkben egy pohár víz nem nagy vasizdász. Ennél sokkal nagyobb szolgálatot is tehetnének nekem az emberek. Ezzel így szoktunk lenni. Hiszen szükségem van egy autóra, nem egy pohár vízre. Meg szükségem van erre, arra. Így vagyunk. Amikor nekünk itt a nyugati társadalomban tulajdonképpen mindenünk megvan, nekünk nagyon kevésnek tűnik az egy pohár víz. De ott, és itt most sok pontját mondhatom a mai földünknek is, nem csak a 2000 éves Szentföldnek. Ott a víz az élet, a kincs, a minden. Mert ha nincs víz, akkor nincs élet. Ezt itt a nyugati társadalmakban élők nem igazán ért. Hetjük és élhetjük meg. Mi otthon kinyitjuk a csapot, ki se kell menni még az udvarra sem, és folyik a tiszta víz. Ha akarom hideg, ha akarom meleg. Sokfelé ugyanakkor a világban ez nem természetes. Főleg az nem természetes, hogy tiszta vízünk van, iható. Az Afrikában is sok folyó van, csak ihatatlan vízű vizek ezek. Jézus azt mondja, ha ilyen kevés dolgot teszel egy másik embernek, mint egy pohár víz, nem csak azzal az emberrel teszel jót, hanem velem is. És itt az irgalmasság cselekedeteinél tartunk. Aki inni ad, fele barátjának nekem adja, aki éheztem és ennem adtatok. Ruhátlan voltam, betakartatok, beteg voltam, börtönben sínylődtem, meglátogattatok, és így tovább. Ha a szolgálatra gondolunk, és azért sokan dolgoztunk, sokan dolgozunk, fontos pozíciókban is, elköteleződve, hivatásszerűen. Szóval, ha a szolgálatunkra gondolunk, akkor szeretünk nagy dolgokra gondolni. Nem szeretünk arra gondolni, hogy valami kicsi dolgot kell először tenni, aztán egy kicsivel többet. Mi azonnal a sokra, a nagyra gondolunk. Isten azonban azt mondja, hogy
inkább amit teszel, legyen kevés, de legyen értékes. Mint sok, ami tele van ürességgel. Nincs az a jó, az a picike jó, amit az Isten ne látna, és ne értékelne, amit egymásért, a többiekért, ki megtesz közülünk. És ez néha pohár vízzel kezdődik. Segítsen bennünket Szentírás vasárnapunk, ez a mostani konkrét evangéliumunk, hogy Jézus tanítványaiként ne nézzük le egymást, ne nézzük le a többieket, tudjuk értékelni a másikban is a jót. Hiszek egy Istenben. Könyörögjünk mennyei atyánkhoz, hogy gazdagon árassza el szívünket kegyelmi ajándékaival. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai, a püspökök, a papok és a szerzetesek az egész világban az igazságosság bátor hirdetői legyenek. Engedd, Urunk, hogy a szociális igazságosság és szeretet az egész föld kerekségben érvényesüljön. Ébreszd fel a jólétben élő népek lelki ismeretét, hogy segítsenek az szegényebb nemzeteken. Óvd meg híveidet attól, hogy életükkel bárkit is megbotránkoztassanak. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy az anyagi javakért való fáradozás közben se feledkezzünk el örök célunkról. Kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk, adj bátorságot azoknak, akiknek szívében a magi hivatást elültetted. Fedezzék fel az igazi öröm, hogy az igazi öröm és az igazi élet nem a világban van, hanem csak te adod meg számunkra. Kérünk téged, hallgass meg! Mindenható Istenünk, add, hogy a földi javakat úgy használjuk, hogy lelkiekben is gazdagodjunk, Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Add meg nekünk, jóságos Atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hálát adunk neked, Atyánk, Istenünk, hogy életre hívtál minket, te sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk. Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat, Szent lelked ereje és fénye által. Szent fiad nyitja meg számunkra az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt fölségednek dicsérő éneket zengünk. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kivált kép most, midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a Szentírást, megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kín szenvedés előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, s hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kén szenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek Ferenc pápánkkal és László püspökünkkel együtt örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és remény sugározva magunkból. Mennyei Atyánk, irgalmazz testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, közöttük Ferencnek, Jánosnak és szülőknek. És légy irgalmas minden megholthoz is, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj föl minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Jézus tanítványaiként nagy örömmel így imádkozunk. Mi Atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, könyörögjünk. Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk, lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Jövő vasárnap lesz majd szentmisénk itt Mözsön, amikor is Sauber Istvánné született Katzenberger Ágnes nővérünk lelki üdvéért imádkozzuk a misét. Most temettük a napokban Ági nénit. Naptárakat a sekrestjében árulunk. Tudjunk arról is, hogy jövő vasárnap lesz Tolnán az első áldozás. Gyerekeket pénteken, október 1-én várom 2 órára a templomba, ahol Jónás próba agapé lesz. Arról is tudjunk, hogy a bérmállás majd 2 hét múlva, október 10-én vasárnap lesz 4 órakor Tolnán püspök atyával.
Két hét múlva itt Mözsön és Tolnán nem lesznek délelőtt szentmisék, éppen ezért. Tegnap előtt péntek este Tolna város ünnepén adták át Caritas csoportunknak 2020-ban elnyert, de a korlátozások miatt most átadott város civil egyesülete elismerést, valamint a kész fölterjesztése alapján dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos Tolna városért díjban részesült, ezt a címet vehette át. Minden érintettel, és azért még vannak itt a közösségünkben mások is, akik díjban részesültek, veletek együtt örülünk és gratulálunk is. Jövő héten immáron tehát októbert fogunk írni, akik az egyházközségi hozzájárulásokat még éppen nem rendezték, de megtehetik most az őszben, akkor ne halasszák tovább, kérjük, hogy fizessék be. Szép vasárnapot kívánok mindannyiunknak. Leckék vannak? Akkor még nyomjátok egy kicsit a gombot, de azért játszatok is, pihenjetek is. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, menjetek békével.